srácok, épp hogy megkajáltam. Olyan torlódás van, most már negyed órája így 15-tel jövünk. Tudom, hogy szeretitek a torlódásokat. Miért torpantunk meg? Valóta jöttem, annyit egy 30 kilométert, annyit nem, 20-at, 20-at, többet nem. Nem viszik a régi Volvókat. Hát van fönn egy traktor is. Fehér Volvo előtt. Jó Istenem. Végülis nincs gáz, mert vizem, kajám az van dögivel, tank tele van, úgyhogy addig ezek kitartanak, addig én is. Van csokim, cukrom, mindenem. Leszeg ilyenkor a Laci nem ajánlja ám föl, hát, hogy lehet kerülni valamerre. Most mondta 8 km hosszú dugó. Gyerekek! A 8-ból körülbelül jöttünk. 2-t.
mennek oda ki a leálló sávba. Gyere a tuning Mercedes-edbe. Nézd meg a hülye román, bazd meg, menj a picsába. Hülye paraszt. Nem is román, hanem BHR az mi? Nem román, hát de bazd meg, hát... Mondjuk valamon láttam egy izét. Egy kamion már feküdt az oldalán így a zárokba. És aztán volt minden tűzoltó, rendőr, mentő. De ilyen izés volt az a sima ponyvás. Pakolgatták. Hát románról jut eszembe a hülye parasztja. Furgonos, dobozossal. Ugye most úgy van az osztrák-német határon, itt Zubennél, hogy személyautók, meg a motorok mehetnek a belső sávba, és most már a furgonokat is kiterülik a kamionok közé. Ugye ki van írva, hogy személyautó, motor plusz 2,8 tonna, belső sáv, külső sáv, mit tudom én. Személyautó utánfutóval, kis busz, furgon, busz, kamion. Erre a román fogta, behúzta, belső sávba, elment az egész kamionsor mellett. Aztán mire odaértem, hogy az ellenőrző ponthoz láttam már tárva nyitva volt neki az autója, pakoltatták ki vele, úgy mondom, megértem. Mire számított, hát nem hiába táblázzák ki, hogy hogyan menjen, hogy hogyan kell menni. Ugye már utat javítanak, aszfaltoznak. Félve, hogy győzéje gépe vagy ennek a faszinak. Valami nem tudom, mit csinál ez. Nem tudom, hogy azért vele vagy a gép az, mit csinál, de mit csinál. Ez tök jó. Nem tudom, de valami takarítógép lehet-e. Söpünk voltak rajta. Hát, nagyon komoly volt. Gyerekek, 34 fok van kint. Bebek van. 19. Szerettem én is csinálni. Az jó munka volt különben. Jó, hogy egy kicsit hangos volt, de azt szerettem. Ezt úgy kell elképzelni, ezt az aszfaltvágó gépet, hogy hát mit tudom, mindegy 5-5 is fél erős kapálógép motor. Van nem tudom, 4. Igen, 4 kereke. És amivel én dolgoztam, az azt hiszem, az Honda motoros volt. Annak a jobb elején volt egy vezető. Várjatok!
volt rajta egy vezető, és ami nekünk volt az útépítőnél, annak a jobb oldal, igen, jobb oldala. És a vezető mögött, a gépnek a jobb oldalán volt egy hatalmas nagy gyémántkorong, és akkor lehetett rajta mélységet állítani, hogy mit tudom én, hány centi mélyen vágt fel az aszfaltot, vagy vágjál bele az aszfaltba, és ugye akkor a korong volt, ugye vízhűtés is volt, mert hát vízzel kellett hűteni, és akkor volt rajta egy, azt hiszem, 10 literes kanna, és akkor a kannából hogyan volt, ja, mindkét oldalról a tárcsa elé, hát illetve a tárcsára ment egy vékony slag, és ugye arról ment rá a víz, és ugye akkor úgy hűtötte. Csak úgy arra kellett rá figyelni, hogy hogyan vágtad vele az aszfalt, hogy az porzott. Ugye a por azért lerakódott, ugye vizet kapott, akkor ilyen sáros, ilyen dzsuva lett belőle. Az arra kellett rá figyelni, hogy eltömödjön a cső, a vízcső, hogyha eltömődött, ugye nem kapott vizet a korong, akkor ugye szétégett a franc, villanatok alatt. Mindig van érdekesség, komolyan. Úgyhogy ezentúl ahány útépítés lesz, az összeset bemutatom nektek. Nem kerülünk. Teljesen felesleges. Tehát múltkor épp ezt mondtam Csehországban. Cseheknél ilyen helyen ott hagynak bőven helyet az autóknak és a belső sávban. Itt a német az leszarja, az hagy nekik 2 métert, ezek a szerencsét... Mondom, az meg. Ezek a szerencsétlenek meg próbálnak előre tolakodni itt a belső sávba, aztán fosikot felmegy a beton korlátra, mert nem fél el. De azért csak előre megy, figyelj. Vanom, olyan, úgy rám húzza, pedig én furgonnal vagyok, nem is kamionnal, úgy rám húzza az autót,
ezen a sárga ezért jön, szaggatott vonalon. Hát viszont azt tanuld meg, hogyha furgonozod, még furgonnal sem ennyibe ilyen helyre előzni, mert hiába írja 2-2-re, 2 méter 20 centire a szélességet a belső sávba, hát biztos, hogy el fogsz férni. Itt is nézd meg, látod a hülyét a túloldalon? Bejött furgonnal ide az autók közé, aztán ott ment teljesen a sárga vonalon. Másképpen nem fér el. Nem szabad bemenni, mert nem biztos, hogy jól jössz ki onnan. Hát tudom, még normális a furgonos, az már tudja, hogy jön ez a sárga is. A túloldalon, a Volkswagen, az tudja, hogy az meg nem megyek be ide a izébe. Középre, mert nem férek el. Figyelj, itt jövök le. Lejjebb már nagyon nem akarok én sem menni. Itt jön mellettem, pedig én furgonnal jövök. Szóval ez alig mert mellettem elmenni. Most is jött rá. Aztán most jön egy igazi nagy vadbarom. Na ezt mondtam, furgonnal jön itt a belső sávban. Mellettem itt bőven ne férjem, majd nézd meg, itt előttem a kamion mellett, hogyan fog izéni citerázni. Nem is biztos, hogy eljön mellettem, mert észrevett. Ugye mögöttem jön egy kamion, aztán megint mellett eljönni. Milyen hülyét? Mondjuk itt még istenes, mert még szélesre van hagyva. Nézd meg, hát ott. Innen onnan körülbelül van neki egy 10 centi. A betonfal, meg itt a szaggató vonalnál. Valamikor még ennyit sem hagytam. Mondom, van olyan hülye, amelyik bejön. Egyszer majd rábaszik az ilyen mutatványokra. Képes utánfutóval, vagy a szélesített utánfutóval bemenni a hülye oda. Hát gyerekek! Ezt most ne úgy értsétek, hogy mert én annyira okos vagyok, meg tapasztalt, mert azért mondom, hogy azért hülyézem le őket. Nem, mert ők tényleg, meg nézd, látod a busz is. Hiszem, hogy épesző ember ilyet csinál. Ki van táblázva aznak, hogy az a fele is 2.20, 2.30 körülbelül, és akkor a hülye bemegy oda busszal. Nagy busszal. Hát. Nem tudom, mire számított. És akkor lehet látni az arcukon a döbbenetet, meg a félelmet, mert ezek a Volkswagen is hol jön. Ez is magyar. Akkor lehet látni az arcukban a döbbenetet, meg a félelmet, meg hogy citerázik a kezükbe a kormány, mert attól fél, hogy most vagy a szalagkorlátnak megy neki, vagy itt ennek a beton elválasztónak. Ezt nem értem meg az ilyen embereket, de mindegy, hát ők tudják az ő dolgok.
hidat még megvárom. Nagyon érdekes illérje van. De ez a magyar, ez aki itt elment az előbb mellettem, ez a Passatos. Őt már körülbelül kétszer előztem meg. Még én sem megyek olyan gyorsan, mert 100-105 között megyek. Ez most jövök, 81-el jövök, GPS szerint. És ezzel jövök rá. Meg itt az útépítésben egy 70-et jöttünk. Tehát ott eljött mellettem 80-nal, meg visszaveszem fele. Hát körülbelül. Aztán itt olyan középkorosztályú faszi vezeti. Na, majd igaz. Sem mondom, hogy nem ezen az útvonalon volt, amikor és nem tudom hány résszel ezelőtt az autós csávó leszorította a kamionos srácot itt a múlvár, aztán szépen neki a kereke. Nagyon ismerős nekem az a lejtő, meg itt ezek a fák jobb oldalon.
telibe lenne fedve, hogyan bele tudnak kapni nekik a szél? Na fel is kurítaná őket. Mert aztán most megint olyan, hogy egész nap szinte szembeszél vagyok. Beszorolunk két betonfal közé. Ja nem? Azt hittem, hogy folytatódik, de nem. És többnyire itt azért beszorjak át. Már biztos lesz köztük egy-két magány. 8 kilométer. Van lehetőség, de egyik se jön. Meg aztán nem is olyan széles, mint egy kamion. Hát eléggé. Ja, megvettem a minis, már kinézett. Hát nem tudom, hogy nézeget ki, hát ezt az ember úgysem, hogy senki. Hülye. Hát az... Jézus Isten. De todolyázik, mert... Kijön, bemegy, kijön, bemegy. Pedig aztán... Hát itt a mellette sárga... Szalgatótól mennyire lehetek egy 20 centire? Jobbra. Szóval ráfosan. De ez hétszentség, ha behúznám középre, ha olyan szűk lenne, tényleg nem bíznék benne, sőt még magamba sem mernék bízni, hogy olyan szűk helyen bejön mellém, aztán nehogy összeér. Ha behúznám középről, lefogok két sávot, tuti rám villantanak. De ezek azt csinálják, hát egyenesben ott tudja neki nyomni a gázt. Mint a vadállat, ott hagy, mint a barom. Kanyarban, még ilyen helyen így nem tud vezetni, itt nem mer menni. Hát, hogy kamion előtt ott megy a személyautó, nem meri neki nyomni. 80-as tábla, aztán megyünk 75-tel. Úgyhogy ennyit a vezetési tudásokra. Most egyenesben mindenki tudja neki tolni, mint a marha. Hát ezt nem tud fordítani a sokkormány sem erre. Ilyen helyen összeszarják magukat egy.
mindjárt kijelünk a sávelhúzásból, egyből kinyílik a csipájuk. Nagyon-nagyon nagy hegyek.
gyalogos. Jobb oldalra, meg messze van, és nem tudom mennyire látszik a kamera. Pont velünk szemben. Mindjárt leesik az a propeller. Szerencsétlen fák is úgy meg vannak dőlve.
érzésem, hogy folyamatosan felfelé jövünk. Ja. 603 méteren vagyunk. Hát legutóbb, mikor néztem egy két órával ezelőtt, akkor voltunk ilyen 280 körül. De folyamatosan mondom, hogy felfelé jövünk. Nem azt mondom, meredeken, hanem hosszan nyújtva. Folyamatosan felfelé. Telibe vert szemből, szerencsétlen Rita megér menni. De nem azon megér menni, mert megy. Szoktam nézni, hogy mit csinálnak az emberek egy vezetés közben az autóban. Hát nem tudjátok meg. Volt, aki az orrát túrta, de olyan gusztustalan módon, hogy nő, hozzáteszem nő, akkor volt olyan, hogy hát két puzi volt, kabrióval. Benézek, hogy átnézek, hogy mit csinál. Aztán a anyósülésen a pajti a csávónak a farkát polírozta. Finoman így kézi munkázat meg, hogy új, mondom, bazzeg, anyjátok a picsába. Le is lassítottam, mondom, minél gyorsan előzetek meg a francba. Volt olyan nő, aki fésülködött közben. Viszont rengetegen telefonálnak. SMS-t írnak, itt tudom, hogy miket csinál a telefonnak. Jó. Van, ahol biztosítékot az a két buzi verte. Hát bazd meg. A fényes nappal bazd meg kabrióval, úgyhogy len volt a tető, az a árnyékoló, vagy a szarnak mondják. Az ott volt ugye a fejük mögött, aztán nem zavartotta magát, hogy az meg kamiont előzöm, ezt a kamionos meglátja, hogy
Lássa szart, mert foglalkozott az útépítés. Hát az, ott megy elől a kamion, ugyan visszavettek. Nem mernek oda menni hozzá közel. A 80-as tábla, aztán megyünk. 65-tel van. Gyerekek azért. Hogy nem is tesz semmi, ez csak egy sáv. El, ezek úgy rettegnének, hogyha nem lenne itt ez az elválasztó betonfal, az összes itt menne a szalagkorláton autóval. Annyira fosnak, ilyen szűk helyen. Na, nem tudom, mi történik velük ebbe az utolsó. Amikor voltam utoljára Németországban? Április közepe felé, a két hét, nem tudom, mi most történik. Most akkor jó szórakozást kívánok, mert nincs GPS vétel, és én akkor nem is zavarom. Jó van, Laci, most. Annyira nagyképűek, meg ilyen intoleránsak, hogy ő olyat fog beengedjen téged? Hát ezt felejtsd. Úgy be tudsz menni előzni, hogyha szó szerint ráhúzod a kamiont. Nem soha így látom, hogy a kamionosok olyan tudnak előzni, hogy rá kell neki húzni, hogy beengedje. Egyszerűen nem akarja beengedni. Ha nem volt már, ő csak 95-tel tudjon menni. Előzésem szerintem nem tartott tovább 6-7 másodpercet. Azt az időt nem bírja ki. Most is csak ismételni tudom magam, ezért szeretem izét. Szlovénia, Csehország, Szlovákia, ott van az élő példa. Múlt héten ugye végig szlovák pályáztam. Mondhatni, hogy az útnak a 90% a szlovák pálya volt. Már 90 lenni, inkább a 75. Senki rám nem villant, pedig előztem kamionokat. Nem toltak le, nem villogattak, nem mutogattak, nem dudáltak, még mondtam is. Ezért szeretem én. Ott tudják, hogy mi a közlekedés. Nehogy ezek mennek, mint a madbarba, nem foglalkozik semmivel.
lehet akármilyen súlyos baleset, nem tanul belőle, bazd meg. Annyi esze nincsen, hogy hát bazd meg, látok egy baleset, és akkor hát legközelebb akkor nem hagyom annyira, mert velem is megy. Nem, leszarja, nem foglalkozik vele. Addig nem foglalkozik vele, amíg baj nincs. Azt, hogyha meg balesetet csinál, akkor ümbök hámok, hogy hát de, bazd meg, hát miért mész annyira? Ugyanúgy nem foglalkozik vele, hogy esik az eső, esik a hó, fúj a szél, éjjel van, sötét van, köd van, nem, megy, mint a vadbarom. Nem akar dögölni, dögölje, nekem nem érdekel, csak hát ne vigye nekem magával, az elég. Tudod, mit megveszem. Nézzel, hát utánfutó völgység. Hogy megy 130-at, a szar. Körülbelül. Hiába húzza, jó volt az túlöltös. Túlöltös, tök mindegy. Húzhatja akármilyen autóval, és bebicskázik neked, hogy lebassza egy a szalakorláton keresztül a vetőfő szélére. És úgy laffani. Na, hogy lehet valaki ilyen felelőtlen? Hát egy 120-130 autózok után. Szagatod van, ahol jön el. Az tud nagyot jönni. Hagyjad. Amit ezt is látod? Csak vagy hülye a vezetéshez, vagy nem lát, vagy nem foglalkozik vele, vagy nem tudja felmérni, hogy hát az meg a mettő tart az én sávom, hát nem sértek sávot, hát lesz adja a többséget, mit foglalkoznak ezek azzal, hogy téged letol vagy mit, de te is ezt tudom.
hülye német öregem a belső sávot 2 méterre leszűkíti. Hogyan lehet-e férni 2 méterre? Kibasznak különben az emberrel a terelésekkel, meg ilyen útépítéssel, hogy ha basszus lebójázza ilyen nagy emelkedő előtt, lassítsd, azt megérünk feljönni. Hát én is most már 75-tel megérek feljönni. Ugye kivett a lendület. Hát a kamionok meg csodálkoznak rá, hogy szerencsétlenek 55-en a felcsapódnak. És akkor a hülye német azt mondja, hogy a kamionok feltartják a forgalmat. Hát ezért tartják fel szerencsétlenek, mert nem tudnak menni. Hülye ember nem születik, akkor is lesz. Célba, és meg is szembeszélbe fordulunk. Menjünk le az autópályára. Na, aztán megszállunk valahol, és érte. Ha Laci, ne buziskodjál. Kocsival bemegyek. Ez meg itt alattam jelenleg. Az meg. Vagy lakóbusszal. Figyelj, hol miért mondjam vele. Na, csak hogy rájöttél. Ez az, hogy hát azért Németországban is van olyan autópálya, ami jelenbogból, hogy összerakva. Csehországon, fel Németországon.
háromszor, hogy milyen rossz mind ez. Az üt. A csepája az azt a zuhó, kohó, üt. Hú, de hülye hangja van. Kellemetlen és kényelmetlen is. Ezért hajtsatok, idióta barmok, hát édes Istenem, arányz bazdmeg, egy kamion, egy autó, még egy autó, egy utánfutó, ezért hajtsatok eszetlenül, mint a barmok. Ez itt van, ugye? A kamion okozza a balesetet, ja, az autótól éri a kamion. Ezt a hülye idióta szakértő, mert a kamionok okozzák a balesetet, hát ez meg... Nem tudom őket sajnálni őszintén, most akármilyen bunkó dolognak tartjátok, nem tudom őket sajnálni, egyiket sem. Amelyik autópályán összetöri az autóját, nem tudom érte sajnálni, ezek mennek, mint a barom. De tudod, nem jöttünk el egy kilométerre, esettünk már padlógázunk meg. Csinálnának egy olyan autópályát, ahol csak nézzük, kamionok, buszok, furgonok mehetnek. Ez csak egy szutykos szar autó. Hát, ezek csinálják a balhét, amelyik nem bír magával, mert ott van neki a kurva erős autója, megy mint a marha, nem tudja uralni, nem tudja vezetni, de gázt az oly nyomja neki, mint a állat.
Ez is ilyen, nem is külön csodálkozni, ilyen. A sávot, kibójázza, de sehol egy, sehol semmi munka nincs. Nem tudom, de értelme van, miért jó ez nekik? Bátran, négy kézben. Vagy a fornal, tegyen ki mindenhova 130-es táblát, oldja fel, hogy amennyit bír az autó, annyit lehet menni. De nem ilyen hülyeség, ez baleset veszélyes. Csak erre gondolom, hogy akkor jobban Adonis föllázadna, mert tüntetnének, hogy jó, hát a német az bele egy zavarodna, hogyha nem nyomhatná a gázt.
én is elég rájuk nézni, mikor ott ilyen 60-as vagy 100-as korlátozás van. Cserélik a szalagkorlátot, ezért képes volt 3 km előbb már lebújászni az egész. Nem normális a vezető. Indokolta őket, hogy egy sávot lezárjanak. Jó dolgokban már nem tudják, hogy mit csináljanak, mert mire költsék a pénzt. Thank you.
mögöttem a barom, meg toll, de nem látom, hogy az kamion mögé lát. El nem hiszem, hogy ez is résznek, hát itt jön mögöttem két méterre, bazdnek, hát mi a faszra számít, hogy letolom magam elő az autót, vagy mit csinál? Belállok az 50-be, azt akkor csak toljába az meg, hülye barát. Mekkora egy bérim az meg. Ne hiszem, hogy időre megy, mert én is, hát én holnapra megyek időre. Eleve ugye minél előbb érek, annál többet tudok pihenni. De nem kell annyit vezetnem. Hát ilyen hülyét, hát látja, hogy le van bolyázva az egyik sáv, akkor még tolja, mint a barna, mert azt hiszi, hogy akkor az a előbe vált. Szerinted normális a német? És megmutatom nektek, hogy ez volna így a mi sáv. De most úgy megyek, hogy a jobb oldala a kocsinak az szinte a fehér záróvonalon van. A bal oldala az meg közvetlen itt a sárga szaggatott mellett. Tudodán kive szórakoznak ezek szépen, ilyenkor leállom a két sávot, aztán szarok bele. Normális ez szerinted? Hát szinte két személyautó alig fér el egymás mellett. Oda vágtak, hogy a német nem normális. Azt élvezik, hogyha baleset van az autópályán, ha dugó van az autópályán. Cső. Hát az meg. Ott megy előttem a lengyel, ő is felhúzta. Én meg nem fogok azon idegeskedni, itt jön mögöttem a német. Villogi, én nem fogok azon idegeskedni, hogy elférünk vagy nem férünk, hogy melyikünk kenni fel a másikat. A saját sávodba az autót, igaz? Ő bejön ide melléd. Most elég annyi, hogy valamelyikőtök megijed. Teszem azt, te fölrántod ide a szalagkorlátra, visszapattansz, úgy át tolod a másik oldalra a szemben lévő sávba, mint a szal. Ugyanaz, hogyha ő megijed, miért lenne neki megy itt a szalagkorlátnak neked, csak hogy hova menekülsz emellőle, ha ne menjen neked sehova, és esélyed nincs elmenekülni. De nem normál, ezek hülyék, de úgy ott vannak. Mert nézd meg, látod, hogy beletesz egy ilyen kanyar. Adja úgy vissza. De higgyétek el nekem, hogy ilyen szűk helyen a 10 centi sokat száll. Most egy ilyen
ilyenek, hogy szürkületben megütt, akkor világos van még aránylag, hogy hagyján. Hát de éjjel, akkor tök sötét van, vagy eső, az semmit sem látsz a szemét. Na mi alapján tájékozódsz? Hogyha baleset van az autópályán, mehetnek helyszínelni, meg mehetnek menteni, meg hogy minél nagyobb torlódás legyen, hogy legyen miről beszélni a rádióban, a tévében, a híradóban. De komolyan, hát ez szinte másból nem áll a híradás a rádióban, mint hogy itt torlódás, ott baleset, itt dugó, ott dugó. Sávot bazd meg leszűkíti egyre. Mennyire vitrálott után, bazd meg, nem hiszem. Ilyen hülyét komolyan mondom. De fogadjunk, hogy megint semmi olyan nagyon fontos dolog nincsen, hogy le kellett szűkíteni, hanem megint csak azért, hogy lassítsa a forgalmat. Annyira a picsőre. Zavarodnának, bazd meg, ha nem csinálhatnának ízét torlódást, komolyan mondom. Lefe tudom baszni rajtuk az agyamat. Az a baj, hogy a hülyeségük miatt egyszer nem lehet haladni ezen a kibaszott autópályán. Hiába verik magukat, hogy náluk nem tudom hány ezer kilométer autópálya van. Meg is baszhatja, hogyha nem lehet rajt haladni. Más nincs. Baleset, torlódás, dugó, terelés, mert minden lófaszt kitalál, hogy lassítani tudja a forgalmat. Menjen a picsába. A hülye lengyel, ez meg megy előre, bazd meg. A másik birka meg megy utána. A hülye német, bazd meg, komolyan mondom. De hogy az ilyeneket nem tudják kiszedni a német rendőrök a picsába. Ez is német, bazd meg. Oda másznak előre, azt akkor ott kéretőzik be. Vagy a francba, hogy se a magyar, se a cseh, se a szlovén, se a horvát, egyik se pofátlankodik. Lengyel meg a német öcsém, ezek aztán bazd meg mennek. Ez ne szarja, hogy mi van, nem foglalkozik vele. Az a nézd, bazd meg, ott van fönn a halál faszába a sorra eleje.
Gyerekek, úgy elkúrják a napomat, mint annak a rendjét. Menjenek a picsáját. Nézd meg! Hülye buzi német is, bazd meg! Anyád picsáját. Ebben átfordulsz a szalagkorláton, bazd meg. Nem kerülünk, Laci. Nincs értelme, bazd meg, mert beleesik is a torlódásba ez. Jön a másik barom. Ez is német. Az meg. Ha tudna átfordulni az összes itt a picsába a szalagkorláton, de le a francba, ezért abban mi járok, mert van-e veletük, hogy elég mi járok. Jön a harmadik. Ez nem jön, mert ez busz. De. Ez is inkább ide tolakodik be, bazd meg. Hát. Olyan parasztokat komolyan. Kurvára előbb vagy, bazd meg, ha bejötti a szemed buszoddal. Mi az? Holland, bazd meg. Tudta volna valamelyikén elvinni ezt a villogó szart. Fasznak engedtétek be. Majd ez a második megfogta volna. Kurva jó lehetett jönni tényleg, mert alig volt forgalom. Nézd meg, bazd meg, megfogja a forgalmat, egyszer összetódul vagy több száz izé autó. Még egy ilyen hülye nép nincs a földön, az biztos. Ezt már nem csak én mondom, hanem már nagyon sokan mondják, hogy hát egyszerűen nem hiszik el, hogy normális legyen a német, hogy ilyeneket megcsinál. Mi van, ez a sáv is megszűnik, menjünk ki egyben. Hát háromból csinál egy sávot, angol, nem is német, de buzi angol. Most kíváncsi leszek rá, hogy miért lassított le minket egy sávra. A fasz csináltok este fél tízkor, bazd meg az autópályán. Figyeld, mit csinál. Este fél tízkor, mi ez a kép? Este fél tízkor öltik be a dilatációt, bazd meg, izébe, bitumennel. Hát az agyamat eldobom, hát komolyan mondom, bazd meg. De az a barom, amelyik ezt kitalálja. És kiadja a munkutasításba, bazd meg, hát... Komolyan mondom? Az ember esze megáll. Nézzek, ez a szerencsétlen meg egyed, itt a sötétben, egyedül itt izé mászkál, bazd meg. Azok már ott vannak 25-en, kettő dolgozik, többi meg azt nézi. Ez a szerencsétlen meg ide basszák egyedül a sötétben. Most mondom, nem én mondom egyedül ezt, hogy egyszerűen
olyan dolgokat csinálnak itt az autópályán, olyan dolgok miatt lassítják le a forgalmat, hogy vagy balesetveszélyes, vagy teljesen felesleges. Hát az meg, nézd meg az olaszoknál az autópályát. Vagy az autópályán a szalagkorlátot. Ki nem szarja le, hogy tiszta rozsda meg barna? Ott van, ott van. Megfogja az autót, meg tudja fogni. Ezek meg, bazd meg, ezek meg 5 évente cserélik a szalagkorlát. Ez meg, hát komolyan. Valahogyan kéne csinálni egy baszott nagy hidat, kurva országot csak így a híron csak így átmenni, bazd meg. Az Ubernél felmegyek, francia határon vagy akárhol meg lejövök a hídról. Ebben több mint egy, mert azt is ezért nem basztatnák, úgyhogy... a gépeket, vagy kamionokat, mindezt az átrepül Németországba, mert akkor meg röptébe cserélnének rajta az hajtóművet, ezek képesek rá. Mondom, ezek azt élvezik, bazdmeg, hogy minél nagyobb torlódás legyen, hogy legyen miről pofázni a híradóban. Mondom, egész nap más nem mondtak a rádióba, mint hogy baleset van itt, torlódás van ott, útépítés van itt, miatt, hogy így araszolgatunk, menetidőben úgy elmegy negyed óra, mint a szar. Aztán behozni, meg hogyan hozod be? Végig kamerázza az egész pályát, meg végig trafipaxozza, hogy bassza meg. Ezzel a, és nem tudom, miért arra szóltunk, egy 3-4 percet. Úgy elment 10 perc menetidő, mint a szar. Eddig úgy volt, hogy beérek 10:45-re, már 10:30 van belőle. Szóval van még vissza 49 kilométerem, kell még tankolnom, le kell papíroznom, de anyjuknak a picset, hogy 20 évek kéne. Az osztrák kezd ugyanilyen hülye lenni. És bazd meg, lezárja öregem a fél izét, vagy egy sávot lezár. Azért lezár egy sávot 5 km hosszan, jó, hát 5 km nem, körülbelül 2 km hosszan, mert egy kamion lerobbant, és ugye kiúzták ebbe a zöbölbe, így a pálya mellett, amik vannak kialakítva. Körbe van bójázva, ott vannak azok a világító fákják mellette, de nem, az nem elég. Ugye, úgy is, hogy ugye van a két sáv, belső külső sáv, leálló sáv, és akkor leálló sávnál van egy 1 méteres szakasz, forgalom elől lezárt terület, és azon kívül van egy ilyen busz megálló féle kis öböl. Oda be van húzva a kamion. Agyon van aggatva izével elakadás jelző háromszöge minden szarral, az nem elég, nem. Mi a osztrák fogja öregem, 2 kilométerre bazd meg lezárja a sávot. Ez egyszer érte.
újra fel tudja baszni az agyamat. Szerencsétleneket is, bazd meg, éjek a kiküldeni az autópályára dolgozni. Hát, bazd meg. De mondom, hogy a német rendőr az ilyen hülye buzi tolakodó faszokat nem tudja kivenni a picsába, azt nem. Az nem. De kamerázni, az megy. Meg trafipaxsal mérni, meg a lengyelt, meg a románt, meg az ukránt, meg a... tudom én, kiket basztatni a határon, az megy, mert azok biztos, hogy embercsempészek. Jó, mondjuk a hülye román máma meg is érdemelte. Na, itt volt a táblán a célpont neve, település neve. Amikor Németországban vagyok, naponta több mint egy doboz cigit elszívom, de komolyan! Pont az ilyen baromság miatt, mert annyira fölidegesítenek az ilyen hülyeségekkel, mert akkor is szívom, amikor nem kell. Jó, most ez az idegbajjal, pályán, ez a tököléssel nem csak én vagyok állni. Csak valaki szolidabban reagálja le, valaki még szerintem nálam is. Na, mégis megy az a kamion. Valaki még nálam is agresszívebb.
viszont nappal nem volt ennyi a most este. Hova a picsába mennek ezek este 3-4 Discord, bazd meg? Ezeknek nincsen családjuk, vagy nem tudom. Itt vezetik le a napi stressz, hogy elkezd itt száguldozni, vagy nem tudom. Ezek azért ne se veszélyed, mert ez ilyen hülyéket.